táj, az állatok, a hely szellemisége végtelen nyugalmat ad. Kisugárzása tükrözi azt az érzelemvilágot, melyen Lajos egykoron megálmodta ezt a páratlan helyszínt. Somogy megyében rengeteg csodálatos elnevezésű helység van. Például ez is, és terület, Zselic. Mind gyönyörű magyar szavak. Szerintem a legszebb községnév is innen származik, szerintem Senna. Senna. Milyen a kötődésed a Zselichez? Tulajdonképpen hogy kerültél ide? Itt születtem, tehát a szüleim, a nagyszüleim mind ide kötnek, és még az azt megelőző rokonság is. De talán nem a lokalitással függ ez össze, hanem azzal, hogy a Zselic, ennek a léptéke az, ami számomra nagyon fontos volt, hogy olyan emberi, olyan be tudok lakni egy völgyet. Az itt lévő állatokkal én egy közösséget tudok alkotni, és az én erőmnek, energiámnak ez egy olyan fajta dimenziója, hogy én itt jól érzem magam. Az íjászat előzte meg a lovaglást és az íjkészítés, és amikor ott volt a kezemben az íj, akkor azt mondtam, hogy akkor nosza próbáljuk meg, és hát borzasztó gyengén lovagoltam, és egy olyan lóval, ami szintén nem volt rendesen belovagolva, jöttem a falu felől, és ez a ló engem elragadott. Irányíthatatlanná vált, ez 34 évvel ezelőtt volt, és berohant velem a völgybe, és abban a zsákutcában nem volt a lónak tovább futnia, és a hely, a szellem és az idő ott találkozott, és attól kezdve én magától a helytől és ettől a tevékenységtől elválaszthatatlan vagyok. A most elhangzott beszélgetésünk tartalmi részével semmi probléma nem volt, azonban egy mulatságos részletet nem mutattunk. Mégpedig azt, hogy a körülöttünk lévő lovak erős érdeklődést mutattak az interjú készítés iránt. Vajon mi járhatott a fejükben? Elképzeltük. Szevasztok, srácok! Kik azok a jövevények ott a gazdán körül? Nézzük meg közelebbről, nehogy még baja essen. Mi van a kocsijukon? M5 meg televízió? Aha, szóval innen fúj a szél. Na lássuk, ki közöttük a főkolompos. Szerintem az a vadászkalapos. Elég finom parfüm. Valami színházi illata is van ennek. De legelni a fejéről sajnos nem lehet, ahhoz túl rövid a haja. Törleszkedem még egy kicsit, hát ha abba hagyják ezt a beszélgetést, és végre átölelnek. Azért vallják be, önöknek is feltűnt, milyen szép és elegáns vagyok a képen a riporter felett, nem igaz? Az operatőr srácnak egy nagy köszönet. Végre készült néhány jó snitt rólam is. Ennek már épp itt volt az ideje. Az interjú? Azt felejtsék el. Olyat bárki tud, aki két lábú. Inkább lássák meg ebben a riportban az igazi lényeget. Engem. Akár ős magyarok, akár nem. Lovas üdvözlet a Zselicből.